Hát egy igazán különleges kiállítást mutat be a Sziget Fesztivál, méghozzá itt vagyunk a VIP WC-ben, hiszen ugye mi az a dolog, amit minden ember csinál, legyen az éppen Elton John, Albert Einstein, vagy Bono, hát nagy vécézik nyilván. Most ezt megörökítették, hát természetesen ez csak egy képzőművészeti alkotás, de hogy pontosan miért is vannak ezek ide kiragasztva a WC-re, illetve mit lehet erről tudni, hát azt most megkérdezzük azokat, akik Magyarországra szervezték ezt a kiállítást. A Szigeten Gugeri sorozatából most kiállítás készült a fesztivál VIP részében lévő WC-ben, a Rinyúval közreműködve. Hát ez pontosabban a mosdók ajtaján van bemutatva. Krisztina grafikai munkái és illusztrációi egyébként számos díjjal lettek elismerve világszerte. Napi kötelesség című montás sorozatával vívta ki a nemzetközi sikert, melynek célja, hogy híres személyiségek, mítoszerű, túl idealizált képét, lerántsa a valóság talajára, és olyan környezetben mutassa be őket, amelyben látszik a természetes, halandó emberi én képük. Bennünket, mint a Rinyúna e, gyártót, a tisztítószer gyártót, mindenképp szerettünk volna egy olyan kiállítás hozni a szigetre, a Krisztina Gugeri képeivel, amivel picit föl tudnánk dobni a, a, az itteni e, lehetőségeket, mármint vécézési lehetőségeket, picivel szebbé, érdekesebbé tenni ezeket a, 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 a mosdókat. Krisztina Gugeri az egyik legintimebb és egyik leghétköznapi trónon a vécén ábrázolva mutatja be a politika, az egyház és a celep világ nagyságait. Nem tudom pontosan, hogy az Erzsébet királynő ő, ő tud-e róla, de nagy valószínűséggel a, az itt lévő um, művészek ből valahány biztos tud róla, hogy ő egy ilyen alkotáson szerepel. A művész örömmel tett eleget a felkérésnek, így az idei szigeten 16 alkotása, mások mellett Sharon Stone, Rihanna, Woody Allen, Ed Sheeran, Bono, Steven Tyler, vagy éppen Rihanna is látható, de a politikusok közül trónol a vécén, például Angela Merkel. És csak így végezetül magunk közt szerinted mi motiválhat egy fotóművész vagy egy képzőművészt arra, hogy pont kapsizás közben ábrázoljon ismert embereket. Hát azt nem tudjuk, hogy kapsizik-e, azt tudjuk, hogy vécén ül. Tehát ugye ilyet mindenki csinál, tehát próbálja ezeket az embereket, akik ugye nagyon sok, tehát ugye számunkra megközelíthetetlen személyek, egy picit ember képbe hozni, tehát minél inkább úgy bemutatni, mint egy hétköznapi ember.